Szevasztok, boldog új évet! Itt vagyunk Kiskovácsiba, a Hello Pilis Trail, a Túra Függő blog és a Csillag Túrák jóvoltából szervezett közösségi megmozduláson. És egy sorozatgyilkos nyomába fogunk keredni. A táv 15 km, a kiírás szerint 600, a térkép szerint inkább 800 méter. Pozitív szintemelkedéssel megnézzük a holdvilágárkot, mindenféle jó móka fáránk ma az erdőben. Ha érdekel, tartsatok velem. Ha tetszett a videó, dobjatok egy feliratkozást, köszönöm szépen, szevasztok. Szép. Hát srácok, ez gyönyörű. Soha nem jártam még itt, de ezek után többet fogok erre jönni, mert hát ez valami iszonyat gyönyörű. Nézzétek! Előképpen neki kellett vetkőznünk, mert ez a 13 fok lett.
fura időjárás van. A sár az elég nagy. Én meg elég nehéz. Úgyhogy ez a kettő így teljesen jó, és azt mondja, mi ott balra elmegyünk. Na jó, van, menjünk tovább. Végre lejt az út. És mint tudjátok, a nehéz dolgok könnyebben mennek lefele, mint fölfelé. Úgyhogy Tomika gurul lefele a dombon. Január 7-e lenne, hanem mondjuk március 15. Van majd 13 fok, szanzágra süt a nap, csiripenek a madarak. Hál' Istennek nem túl sok ember van, még elég nagy területen mászkálunk, úgyhogy olyan sok ember nincs. Jobban szerettek magam lenni az erdőbe. Szeretem a futóversenyeket. Én mindig kamerázok. Nem azért, mert dagadt vagyok, hanem azért, mert kamerázok. Azért mindig a végén kullogok. És így kb. Mindig egyedül megyek. De szerintem ez jó. Legalábbis én kellőképpen élvezem. Elérkeztünk ahhoz a helyre, vagy ahhoz a helyhez, amit mondtam nektek, hogy mi a legelején, hogy egy sorozatgyilkos nyomába eredünk. Ezen a helyen 1947-ben egy túrázó csoportot támadt egy valószínűleg őrült férfi, és Denke Lajost és feleségét megölte, majd elmenekült, és a későbbiekben még másik 5 gyereket megölt. Majd azt a helyet is megmutatom nektek egy másik videóba. Úgyhogy ez nagyon durva. Nézzétek meg, itt az emlékmű Denke Lajosnak. Elég creepy a hely. Hallani, hogy a madár repül ott fönt. Nagyon durva, ahogy felhangosítja az egészet. Nyugodj békében. Durva, egy olyan helyen lenni, ahol valakit megöltek. Még soha nem voltam ilyen helyen. Balesetben, ahol esetleg meghalt valaki, vagy hát sajnos, amikor meghalt rokon, akkor ugye ott voltam a közelében, de aki tragikus körülmények között halt meg, olyannal nem. És nem is szeretnék többet, úgyhogy nyomasztó ez a hely itt, úgyhogy megyek is tovább. Hát gyerekek. Ja. Creepy.
Azért a vége előtt még fölmászunk még egy hegyre. Na hát az az igazi. Itt volt egy út. Ott már tippak visszértünk volna. De fölmegyünk a zöld háromszöghez. Ja, zöld háromszögen. Ha, nem tudom melyik hegyre. Nézzétek el nekem. Nem vagyok jó földrajzból. Ami még nem is jelentene semmit. De a memóriám az még fosabb. Úgyhogy bocs. Úgyhogy itt még egy mászás. Onnantól kezdve irány lefele. Néztem, mert ez az utolsó, ez a kis Csikóvárhegy, az előző meg a nagy Csikóvár volt, gondolom én. Na ez az utolsó hegy, és innentől hasonló felén a tetejére, és innentől már csak lefele visz az út. Nézzünk körbe. Oh. Onnan szembe jöttünk. Belátni egész Budapestig. Az ott Szentendre. Mondom, az ott meg Pest. Ja. Ha nem így van, írjátok meg kommentben. Sikerült. Beértem. Az időmről nem beszélünk. Nem is ez a lényeg. Jó volt. Jól éreztem magam. Kamerázgathattam jobbra-balra. Nem kellett itt a időkkel bajlódni. Amennyit akartam, annyit megálltam. Kamerázgattam, fotózgattam. Gyönyörködtem a tájban. Úgyhogy ennyit mára, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, hozd meg, de legfőképpen iratkozz föl, kérlek. De tényleg, mert a YouTube szarik rá, hogyha... Na, közben csörög a mobilom. Na, mindegy, iratkozzatok fel, köszönjük, hogy itt voltatok, szevasztok, béke veletek.